Azért, hogy én szegény lettem. A Magyar Itabéi téli találkozók Bánát egyik legnagyobb múltú rendezvénye. A falu szülöttének, Deák Ferenc írónak az ötlete nyomán 1976-ban rendezték meg először. Ilyenkor minden hétvégén szoktak lenni előadások, fellépések, táncok, több faluból, másfelől több nemzetiségű fellépések szoktak lenni. Hétköznap szoktak lenni ilyen mezőgazdasági előadások, az egyesületek szokták tartani az évi közgyűlésüket ez az időszak alatt, úgyhogy hát ez a kultúrotthon ebben az időszakban eléggé ki van használva. A szombati rendezvényen a házigazdákon kívül felléptek Tordai, Nagybecskereki, Aradáci, Toráki, Begaszentgyörgyi és Bács-Feketehegyi műkedvelők. Kísérő rendezvényként a Begaszentgyörgyi Közművelődési Intézmény művésztelepének az alkotásaiból nyílt kiállítás, és bemutatták a hagyományos itabéi kalácsokat, süteményeket. A hagyományos kalács, a fonatos kalács itabén, amit a nagyon szeretnek a népek, és többfajta apró süteményt is csütöttünk, van medgyes pite, van kútbakőt, van mákos pite, van nem is tudom, hogy milyen kalácsok a nevük, amiket sütöttek, van málé. A rendezvény rendszeres vendége a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. A Sarkantyú Néptánc Együttes ezúttal délalföldi és szatmári táncokkal lépett fel. Mi rendszeresen ellátogatunk erre a rendezvényre, szinte úgy érezzük magunkat, hogy hazajárunk, itthon vagyunk, mert minden alkalommal, minden évben nagyon szívesen fogadnak bennünket, és nagyon nagy szeretettel jövünk mi is ide. A megnyitó színfoltja az Aradáci Asszonyok Meskárke nevű együttese volt, szlovák és magyar népdalokat adtak elő. Mi smo Slovačke iz Araca. Sviramo već 36-7 godina. Mi smo se skupili, učitelj naš iz Araca nas skupio. Bili smo 8 i 10. Ali to je već staro sve i umrli i bolesni. I ja sam među prvima bila s njima. Prošli smo sveta. A jövő hétvégén állarcos bált szerveznek, valamint lesz kolbásztöltő verseny is. Március 15-én az ünnepi istentisztelet után megkoszorúzzák Kossuth Lajos szobrát. A téli találkozók március 21-én a Buzavirág Hagyományápoló Egyesület estjével zárul.